Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és beszélgessünk egy kicsit. Beszélgessünk a reklámokról, hogy milyen hatással van ez ránk gamerekre, ne aggódjatok, nem térünk el a témától, és milyen hatással van ez a játékokra a régen és most, és hogy mit gondolok, hogy én speciál mit gondolok erről, szeretném tudni, hogy ti mit gondoltok erről, ha hajlandóak vagytok egy értelmes kommentet ott hagyni ennél a videóra. Úgy gondolom azért egy érdekes témát fogunk itt kitárgyalni. A játékmenetről csak annyit, hogy Klavi újra segítségemre sietett, mert hogy miért ne. Aki nem tudná, ki csatornájának linkje a leírásban, brutál gameplayeket szokott feltölteni a csatornára, egy nagyon jó, tehetséges játékos. Érdemes lecsekkolni, mutassátok meg a szeretetet neki, és ja, hát térjünk rá a témára, hogy miről is szeretnék beszélni. Ugye a reklámok. Régen, amikor még kölyök korban jártam, nem mondom azt, hogy fiatal vagyok, mert azért öreg nem vagyok, de még amikor még kölyök korban jártam, ugye akkor is rettenetesen érdekeltek a játékok, valahogy ez nekem ez így mánia, dili, stb. És emlékszem, hogy alig vártam, hogy valami hírt kapjak valami játékról, és emlékszem, az osztálytársaim már, akinek volt gépe, behozta a, mit tudom én, melyik gamer magazint, és ott lecsekkoltuk, hogy milyen hírek, milyen játékok jönnek, és gyakorlatilag az információ mennyiség, amely eljutott hozzánk, az annyi volt. Egy gamer újság, egy-egy pletyka külföldről, és ennyi volt a teljes játék, és akkor egyszer csak eljött a megjelenési idő, és megkaptad a játékot a kezedbe, és beleült, és elkezdted játszani, és minden percét kielveszted. Ugye ez így volt, azért az idősebb generáció erre biztos, hogy emlékszik. Tehát volt régen olyan játék, amire azt mondanád ma, hogy ez szar volt. Tehát régen arra gondolok, hogy a 90-es évek, 2000-es évek eleje, közepe, tehát volt-e olyan játék, amire azt mondanád, hogy úristen, ez szar volt? Mire gondolik egy COD 1, UT, Quake, Tomb Raiderek, Fable első részei, úristen, Star Wars, a versenyzős, hú, mi is volt az istennek, a Star Wars versenyzősnek a címe, nem is emlékszem, és az, belegondolunk, azért tehát mai szemmel visszatekintve lehetne mondani furcsaságokat azokra a játékokra, de mondjátok meg nekem, idősebb generáció, volt-e köztük egy olyan játék, amire ma azt mondanád, hogy szar? És úgy gondolom, hogy tudom a választ, hogy miért. Mondjuk azt egy mai játékra, hogy nem volt olyan jó, de egy régire sem mondjuk azt, hogy a szar játék volt. És ez egyszerűen úgy gondolom, hogy a média és a reklám és az információ áradat változásának köszönhető. A Call of Duty egy remek példa arra, hogy ezt a témát kitárgyaljuk. Gondoljátok végig, hogy annak, amikor megjelent a Call of Duty 1 és a COD 2, mielőtt megjelentek volna, mennyi információ jutott el hozzátok a játékkal kapcsolatban? Mennyi információt tudtatok a játékról, mire a játék megjelent, a single playerről, multiplayerről? Gyakorlatilag semmit, ugye? És mind a mai napig el kell, hogy mondjam, hogy a COD 1, COD 2, COD 4 és MV2 a legjobb kodok, de valójában, ha belegondolunk, talán ez nincs is így. Talán van jobb kod, mint ezek. Egy a probléma, ugye, még az sem baj, hogy évente jelenik meg az a rohadt kod. De egy a probléma, úgy gondolom, hogy az a reklám és média információ áradat az, ami elrontja az évről évre megjelenő kodokat. Mert hogyha egy külső szemmel objektívan figyeled a kodot, és nem társítasz most hozzá érzelmet, hogy nekem ez a kedvenc kodom, az a kedvenc kodom, el kell ismerni, hogy mindegyik kod között van különbség, és van váltás. COD 1, COD 2 multiplayerek között volt azért váltás. Jó, most Call of Duty United Offensive és COD 2 multiplayerek között hatalmas váltás volt. COD 2, COD 4 között hatalmas váltás volt. COD 4, MV2 között hatalmas váltás volt. COD 4, World at War között értelemszerűen volt egy hatalmas váltás, de hogyha COD 2, World at War-t összehasonlítjuk, ott is van egy különbség, egy váltás, killstreakek, pölö.
MV2 Black Ops, Black Ops 2 egy új szint és világot hozott a kódnak. Call of Duty Ghost gyakorlatilag egy új single player-t hozott el, egy új karaktereket hozott el, és egy kicsit visszapróbálta hozni ezt a bizonyos régi COD 4 MV2-es hangulatot, szóval mindegyik kódban évről évre tudott és képes volt valamilyen szinten megújulni, vagy éppen egy rebootot csinálni, hogy menjen és működjön a dolog. És itt van ez a bizonyos Advanced Warfare, ami azért, hát nem vicceljük, azért Black Ops 2, Black Ops 1, MV3, akármelyik kodhoz hasonlatosan azért egy lényeges váltás, nem? Tehát azért Exo Movement, fegyverek terén, játékmenet terén, multiplayer játékmenet terén sokkal gyorsabb, mint bármelyik eddig kockázat. Úgy gondolom, hogy ezért gyorsabb tud lenni egy Black Ops 2-nél is, és egy ilyen külső szemléletből nézve a Call of Duty igenis újít és tudja hozni. És gondoljátok végig, most mi lenne, hogyha úgy kellene várnunk a Call of Duty-ra, hogy semmit nem tudnánk róla. Mondok egy remek példát, lehet, hogy csak én voltam így vele, de annak, amikor mielőtt megjelent volna az MV2, gyakorlatilag semmit nem tudtunk róla. Emlékszem, még mindig mai napig emlékszem tisztán az első multiplayer videóra YouTube-on, amit így felraktak, egy ilyen kis rövid pár másodperces teaser trailer volt, és így mutattak, úgy ezt mutattak, azt mutattak, furcsa képeket, és a gamer világ nekiállt spekulálni, hogy mi lesz, és gyakorlatilag szinte amíg megint jelent a játék, például az AC-130-asról semmit nem tudtunk, a single player story-ról semmit nem tudtunk, és amikor kijátszottam a single player story-t, akkor leültem, és csak pislogtam volna nagyokat, hogy anyám, de kurva jó volt, és amikor belevetettem magam a multiplayerbe, nem tudtam a killstreakek felét, hogy mi az, és amikor kiderült, hogy mi az, milyen hatalmas élmény volt berakni és játszani velük, és az elkésben azért az MV2 nem mondhatni, az egyik legjobb kód, de azért milyen, megvannak a maga hibái például, eléggé kicseszett a projátékossal, belegondolva abba beraktak egy A12-t, egy G18-at, a NoobTube-ot, a Danger Close Perket, ezek mind olyan dolgok voltak, amik a leggyengébb és legújabb játékosokat is nagyszerűvé tudták tenni a kodokban, de mégis azt mondjuk, hogy a MV2 az egyik legjobb kod, ami lehetett. És ez állítom, hogy azért van, tehát ez megint csak egy szubjektív, egy saját vélemény, mert hogy egyszerűen az információ és a média áradat nem volt olyan hatalmas, mint manapság, mint az elmúlt kodoknak volt. Már szinte amire megjelenik a játék, addigra már mindent tudunk róla. És ez vette el a varázsát, és valahol úgy gondolom, hogy a Call of Duty Ghost-nak a varázsát is ez vette el. Gondoljátok végig, ha csak Advanced Warfare-ben nem derült volna ki, hogy Kevin Spacey az egyik főszereplő, és csak úgy játszó játékos egyszer ups, megjelenik Kevin Spacey, és a sztorinak a része teljesen más irányt is, és varázst vett volna föl az egész. Az egész játék gyakorlatilag. Ha nem lettek volna pletykák a zombiról, teljesen el tudták volna titkolni, milyen hatalmas élmény lett volna egy exozombis. És a trailer igazából tök epic volt, amikor kijött. Ott van például a Minecraft. Miért köszönheti a Minecraft a sikerét? Hát így iszonyatosan ronda játék, és valójában unalmas játék. Jó, lehet vele nagyon jó videókat készíteni, mert megengedi a játék engine. Elfut szinte egy krumplin is a játék, de hát egy ilyen ronda játék, aki az Isten akar játszani. És nem lehúzni akarom a Minecraftot, félre ne értsétek, de hogy miért köszönheti a Minecraft az egyik sikerét? Vagy például a Daisy, minek köszönheti a sikerét? Annak, hogy mielőtt megjelentek volna, semmit nem lehetett tudni a játékokról. A Minecraft játékosok napról napra, mind a mai napig fedeznek fel új dolgokat a Minecraftban, alkotnak új dolgokat a Minecraftban, azért tudják ezt megtenni, mert a reklám és a média és az információ áradat nem rakja a szájukba, hogy ezt és így és úgy kell csinálni. És nem mondja el nekik, mielőtt megjelenne valami új a játékban, nem mondja el nekik semmi, csak megjelenik is van, és a játékosok felfedezik, és a játék egy dupla értéket tud felvenni, és ugyanez igaz a Daisy-re is, amikor a Daisy elkezdett megjelenegetni, rakosgattak föl videót, így néztem, hogy Daisy, pöcs ez a játék, ha,
Ilyen egész jó kis zombis játék, hogy mennek, ölögetik a zombikat, meg taktika, meg kijátszák az ellenfelet, így külön, érdekes, érdekes, de úgy semmit nem tudtam a világról, a háttértörténetről, és megjelent a DayZ, és azóta is hatalmas sikernek örvend, pedig ha belenézel, ha elkezded ezt nézni a YouTube-on, egy ilyen félórás gameplay, más nem látsz, hogy a játékos csak megy, 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 de végignézed, mert hátra lesz valami, hátra lesz valami, és nem tudod, hogy mikor lesz valami, és azért nézed végig, és ezt a hatalmas reklámfogást használják fel, például a Minecraft vagy a DayZ, azzal ellentétben, mint például a kód, hogy évről évre már lassan hallhatunk majd új pletykákat az új kódról, de most komolyan még meg se jelent az egyik, és már valami információ fog csöppenni a következő évi kódról, tehát ja, tehát itt tartunk. Mi a véleményetek? Ti hogy látjátok ezt a reklám és információ áradatot? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!